spirituális elérésnek a lényege az a legfontosabb dolog. Azaz lényegében ez a legfontosabb az összes cselekedetünkben. Ez az, amit a személynek tennie kell, elérni a spiritualitást. A spiritualitás azt jelenti, hogy a teremtő érzete. A teremtőn túl, a teremtésen túl semmi más nincs a valóságban. Ez csak a viszony közöttük, a teremtmény és a teremtő között, ami számít. Hogy mekkora mértékben fedezik fel egymást, mekkora mértékben vonzódnak egymáshoz, a teremtmény a teremtőhöz, hogy hogyan jutnak el összeolvadáshoz, forma azonosságon keresztül. Tehát az emberi lény teljes munkája az, hogy felfedezze a teremtőt, mivel ezen túl, mármint a teremtőn túl, nincsen más rajta kívül, nincs más a valóságban. És ez előtt a személynek úgy tűnik, hogy ő valamifajta világban van, különleges valóságban, ahol amelyet a megszerzés iránti vágy hamisan fest neki, valamifajta illúziót, és akkor az egész kabala bölcsessége arról szól, hogy segítse a szemét, hogy segítse a szemét, hogy a személy elveneküljön ettől az illúziótól, és hogy mindent ehhez az egyetlen erőhöz, az egyetlen forráshoz rendeljen, mely a teremtő. Ez a munkánk, ez az egész munkánk. És hogy megtegyünk mindent, amit képesek vagyunk megtenni, mindezt, amit képesek vagyunk megtenni, annak érdekében, hogy a teremtő jelenlétében legyünk, a teremtő felfedésében legyünk, egy tapintható érzékelésben. Nincs más cél, lényegében nincs más cél, nincs más dolog, amire aspirálni lehet, mivel egyszerűen semmi más nem létezik, csak ez létezik. És ez a spirituális elérés, ez a forma azonosságon múlik, amit el kell érnünk a teremtővel. Ez nem azt jelenti, hogy mi fel akarunk fedezni valamit, mi nem akarjuk felfedezni a teremtőt. Amit mi fel akarunk fedezni, az valami ellentétes a teremtővel. Még hogyha nem is teljesen ellentétes, hiszen a megszerzés iránti vágyunk, az még csak el se tudja képzelni, hogy mi az, hogy adakozás, szeretet, persze, hogy nem akarja, mi hogy akarhatnánk egy önzetlen, feltétel nélküli szeretetet, valami fel, ami rajtunk kívül van, magunk kívül. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a személy az sóvárog a teremtőre, hiszen ez nincs bennünk, ez a sóvárgás. Van egy sóvárgás, a szívben tartó pontunkban, ebben a kicsi szikrában, amely vissza akar térni a gyökeréhez, de még ez is megvan festve az ember egója által. Ez is át van itatva az ember egója által. Ennél fogva már ez a szívben adott pont, ez egy szikra, mely húz minket elvileg a teremtő fele, a klipák, a kérgek körbeveszik ezt a pontot, és ez vonják a szemét mindenfajta irányba, és a személynek ki kell válogatni ezeket, meg kell vizsgálni, le kell hámozni ezeket, hogy ezt a pontot egyre tisztábbá tegye, hogy azonosítsa magát a szintben hatáló ponttal ezeknek az ellentétes irányoknak a tetején, és hogy ne a kérgek vezessék a pontot, hanem ez a szintiszta hajlam a teremtő fele vezesse a pontot. És a különbség az, hogy mit az, amit a személy fontosnak tart, mi az, amit felemel maga fel, hogy segítse a szemét, egy törés történt, és körülötte hirtelen találja egy tanárt, barátokat, könyveket, egy módszert, és akkor velük együtt, ez ugye mind a törés eredménye, velük együtt a személynek be kell gyűjteni ezeket a helyes módon, ezt a rendszert maga köré ki kell építse, és magát össze kell kösse, szívben tartó pontját össze kell kösse ezzel a rendszerrel, amit a csoportból, a tanárról, a könyvekből épített magának, és ez az, hogy eléri a teremtő felfedését ezen az eszközön keresztül, a laboratóriumon keresztül, ahogy kapcsolatban lép a helyes környezettel, maga köré építve, és ott megtisztítja a szívben tartó pontot, egyre finomítja, és képes eljutni a célhez. Ennél fogva a spirituális elérés, a spirituális elérés, ez fokozatos, lépésről lépésre, rétegről rétegre, ez nem egy egyszerű út,
és ezt állandóan meg kell vizsgálni, állandóan tisztelnünk kell, újra vizsgálnunk, és a legfontosabb az, hogy ne támaszkodjunk a személy saját érzésén, saját gondolatain, soha ne támaszkodjunk magunkra, mivel az mind a megszerzés jelenti vágyunkból, az egónkból származik. Állandóan el kell dobjuk az, ami bennünk van. Bár ellentétesek vagyunk a Teremtővel, de még ezt az ellentétet se fedezzük fel, még azt se tudjuk, hogy mivel vagyunk ellentétesek. Tehát állandóan fel kell adjuk, ami bennünk van, hogy ismét megtisztuljunk, és újabban újra installáljuk a programot. Tehát a személynek csak a környezet marad, csak a környezet képes ebben segíteni. Apránként, a tanáron, a könyveken, a kabbalisták tanácsán, a barátokon keresztül, a módszeren keresztül, ahogy újra és újra megtisztítjuk magunkat saját magunktól végül is, fokozatosan felfedezzük, hogy mi is az adakozás tanulsága. Mit jelent az, hogy önzetlen, feltétel nélküli szeretet adakozás szolgálat? És akkor a személy elkezdi ezt táplálni, kifejleszteni ezt, elkezdjük ezt növelni, az összes helyzetben, amin keresztül megyünk, az összes resimon keresztül, ami újabb és újabb állapotokat ad nekünk, és állandóan megpróbáljuk növelni magunk számára az adakozás tulajdonságát, hogyan kapcsolódjunk ezzel össze szemben mindenfajta karakterekkel, mindenfajta képekkel, mindenfajta megtévesztő állapotokkal, amit a megszerzés iránti vágyunk felébreszt bennünk, vagy amely fele elkezd minket csalogatni az ego, vagy a kígyó. Ez az, ahogy eljutunk az végeredmény, ez egy nagyon érdekes út, ez egy kaland, mondhatjuk úgy. Mi nem tudunk átugrani egyetlen lépcsőfokot sem, nem lehet kikerülni semmit, csak a fejlődés sebesség az van a kezünkben, csak a sebesség múlik azon, hogy a személy hogyan adja meg magát, hogyan hajtja meg magát a tanácsa fele a barátok támogatásával. Minden csak ezen múlik, hogy mekkora mértékben vagyunk hajlandóak meghajtani a fejünket a teremtő, a barátok és a tanár felé, a kabbalisták tanácsa fele, és akkor integrálódunk a reformáló fényen, ezen keresztül is haladunk előre.